Szia Borka, hogy vagy? Hogy telnek a napjaid? Egyébként nyugodtan telnek, bár az iskola az kicsit nehezebbé teszi a hétköznapjaimat, mert így kicsit nehezebbek az online tanítások, meg az órák, de egyébként szerintem így eddig így egészen élveztem, bár vannak, amik hiányoznak azért. Többek között a tánc. Igen. De azért ez valamilyen formában ugye megoldjátok a Master Sport Egyesületnél. Hogy néznek ki a napjaid, ami a súly és az egyéb programokon kívüli részt, tehát magát a táncot illeti? Hát suli után, ugye mikor vége van ennek, azután vannak így órák, ilyen online masters online edzés, és akkor vagy így erősítünk együtt, vagy pedig ott átveszik a koreót, akár koreót írni is tudunk formációval, és az edzők pedig szoktak még feladatokat adni itthonra, akár futást adni, vagy tök jó ilyen viccesebb, vagy kicsit játékosabb kihívások. Szóval egyébként nekem nagyon tetszenek ezek is, csak nyilván a maga az edzés hangulata hiányzik, meg az, hogy ott legyünk barátokkal, meg így az egész. El tudnád képzelni az életet, hogyha teljesen ez kimaradna belőle? Ez is eszembe jutott mostanában, hogyha így soha nem lenne edzés, meg örökké ilyen lenne, akkor én nem tudom, mit csinálnék egyébként. Gondolom ez neked sem csak a sportról, meg a versenyzésről szól, hanem a barátokról is. Hogy tudjátok megoldani most a kapcsolattartást versenytársakkal? Hát ugye hívni szoktuk egymást, meg látjuk egymást az online edzéseken is, meg ugye üzenetben, de azért nem ugyanolyan. Kiknek szoktál becsatlakozni az online tréningjeire? Mely edzők tartanak neked is foglalkozásokat ebben az otthoni karanténban? Hát nekem a főedzőm ugye Kriszti, és ő is tartja most is a kis formációt, nagy formációt, és külön páros edzéseket is, vagy van olyan, amit így közösen minden versenyzőnek tart. Avasd be minket a részletekbe, egy formáció most nem tud összeállni, ugye, mert mindenki otthon van, de hogy képzeljük el, miként próbáltok valamiféle megoldást találni az ilyesfajta gyakorlatokra? Hát ez igazából a térformációval se lehet megoldani, de mindenki így a saját részét tudja táncolni, és az is szokott lenni, hogy otthon felvesszük videóra, elküldjük a Krisztinek, és akkor ő meg tudja külön-külön nézni valamennyire, hogy ki hogy csinálja, és akkor úgy elmérni kicsit. Lassan már nem hetekben, hanem hónapos szinten lehet mérni azt a kihagyást, vagy azt az otthonlétet, amit ti is most eszközöltök. Mennyire maradt meg a jó hangulat, mennyire maradt meg a motiváció? Nekem a motiváció egyébként megmaradt. Egy kicsit az abban próbálom meglátni a jót, hogy olyankor, amikor csak edzések vannak, szóval a normál hétköznapjaimban, akkor ugye lemegyek edzeni, és akkor már azon kívül nincs időm sportolni, vagy kapacitásom, de most akár elmehetek futni, van időm, az az állóképességet is javítja, van időm külön olyan testrészekre erősíteni, amiben tudom, hogy nem vagyok olyan erős, mert például ugye én akrobatikázom is, és arra is nagyon jó, hogy most van időm kicsit felkészíteni magamat, bár talán abban sajnálom a legjobban, hogy nem tudunk így lemenni edzésre, mert akrobatika az így sehogy se lehet helyettesíteni, szóval ez nem valami jó. A ti esetetekben, a Szalma családra gondolok, van lehetőség arra, hogy mondjuk ne csak egyedül gyakorolj?
Tesókkal szoktunk, szóval egyébként nagyon jó, mert az ilyen online edzéseket együtt tudjuk csinálni, a versenyző edzéseket, meg ezeket. Olyanokat sem csináltunk eddig, amíg nem volt ugye ez a helyzet. Úgyhogy egyébként szórakoztató együtt testvérekkel csinálni, meg még jobban motiválunk. Te a versenyzői csapat, akár páros, legyen szó, akár formációról, az egyik oszlopos tagja vagy. Mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk ebben a nehéz időszakban most csatlakoznak be, akár egy teljesen kezdő masterses tanfolyamba? Miket tudsz útravalónak adni? Én azt mondom, hogy tényleg nagyon sokat segítenek ezek a Masters online edzések. Van ugye egy külön csoport is, vagy Masters online edzésprogram. Ott nagyon sokat tudnak fejlődni, külön videókat is rakunk fel, meg minden segítő edzéseket. És élvezzék, akár otthon kitalálhatnak koreókat is, mi is csináltunk olyanokat régen, vagy szülőket is ugye bevonhatják ebbe, van külön szülő-gyerekedzés, úgyhogy ez nagyon sok lehetőséget kínál fenn. Ezt tudom tanácsolni nekik. Nagyon szépen köszönöm, kitartást, jó edzést! Szia! Köszi, szia!